Nyíregyháza rászoruló hallgatókért közalapítványának kuratóriuma pályázatot írt ki egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, mondta a kuratórium elnöke. Pályázatot november közepéig nyújthattak be a hallgatók. Mindannyian tudjuk azt, hogy a felsőoktatásban tanulmányokat folytatni igen költséges dolog, akár mint szülőként, vagy hallgatóként is az ember ezt tudhatja. Ezen támogatás keretében azok a hallgatók igényhetek támogatást, akik jó tanulók, tehát 3,5 felett vannak az átlaguk. Ezt ők a tanulmányi osztályon keresztül igazolták, tehát nem kredithez kötöttük, hanem átlaghoz, és differenciáltan adtuk a támogatást 45, 35 és 25 ezer forint a tanulmányi átlagtól függően. Az első éveseket egységesen 20 ezer forinttal segítették, idén így összesen 1 millió 340 ezer forinttal támogatták a rászoruló hallgatókat. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanulok dietetikusnak, és örülök ennek a kitüntetésnek, mert ez segítség a tanulmányaim támogatásához. Mire fogod költeni a pénzt? Valószínűleg vonatjegyekre, könyvekre és fenti megélhetésemre. Nekem például történelmi szakon nagyon sokat segítenek ezek a támogatások, hiszen a különböző szakmai kutatási tevékenységemet ezáltal nagyban segítik, és ezért nagyon fontos ez a kezdeményezés. Pályázatot azok nyújthattak be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkeznek és első diplomájuk megszerzéséért tanulnak. Első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során 360 pontot elérők kaptak támogatást, valamint az is szempont volt, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57 ezer forintot. 47-en pályáztak, végül 42 hallgató részesült támogatásban.